Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, illetve a tilos.hu-n, benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és óriási megtiszteltetés számomra, hogy ezen a gyönyörű júniusi reggelen egyáltalán nem vagyok egyedül a stúdióban, mi több hárman vagyunk, és rendkívül illusztris, és mondanám, hogy a magyar űrkutatás szempontjából történelmi jelentőségű végrehajtó vendégeim vannak a stúdióban. Itt köszönhetem Szalai Sándor, például professzor emeritus kutatót, aki villamosmérnök és irányítás technikai szakmérnök, aki 1980 óta dolgozik a magyar űrkutatásban. Részese volt például annak a csoportnak, ami a Halley üstököst vizsgáló Vega, Venera, Galilei szondák televíziós rendszerét tervezte, hogy más nem mondjak, illetve a Mars holdjához induló Phobos űrszonda leszálló a fedélzeti számítógépének a vezérlését, és még sok minden egyebet. Szóval egészen fantasztikus, és nagyon régóta ért már, hogy egy ilyen téma is fölmerüljön, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, professzor úr, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok minden hallgatónak! Igen, most itt közben állítgatom a jelszinteket, és természetesen már visszatérő vendégként, de személyesen először van itt a stúdióban Horváth István, aki szintén villamosmérnök kolléga, és szintén részt vett ezekben az űrszondás fejlesztésekben, például a Phobos programban. Múltkor már hallhatták a hallgatók, amikor a JUICE űrszondában betöltött magyar szerepről beszélgettünk, úgyhogy akkor betelefonálóként voltál jelen a műsorban. Úgyhogy köszöntelek személyesen, és neked is nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözlöm a hallgatókat. És ez több is, mint egyébként meghívás elfogadás, mert Istvánnak óriási szerepe volt abban, hogy összejöjjön ez, és ő maga tulajdonképpen vett részt ennek az adásnak az előkészítésében, ami egyébként én azt hiszem, és abban reménykedek, hogy egy egész sorozatnak az első adása, mert végig fogunk menni szépen azokon a, hát szerintem túlzás nélkül állítható, hogy korszakalkotó jelentőségű dolgokon, amiket a magyar fizikusok, mérnökök, kutatók tettek hozzá a nemzetközi naprendszer kutató programokhoz. És hát itt az egyik legfényesebb siker, azt hiszem tagadhatatlanul, az a Halley üstökös legutóbbi földközelségekor 1986-ban indított Halley armadában való részvételünk. Ugye akkor egy egész űrszonda záport küldtek az egyébként olyan 76-77 évente földközelben járó legendás üstököshöz, és hát érdekes módon ebből az amerikaiak kimaradtak, de az Európai űrügynökség oda küldte az első tulajdonképpen naprendszerkutató szondáját, a Giottót, Giotto di Bondone festőről elnevezve, aki ugye szép festményére üstököst festett, mint betlehemi csillagot, talán pont a Halleyt, és aztán ott voltak a japánok, aki a Sakigake és Suisei, vagy valami hasonló nevű űrszondákra küldtek ehhez a piszkos hógolyóhoz, és hát a Szovjetunió, illetve úgy mondva a Szovjetunió és a kollégái, az Interkosmosz program és a franciák, és még sok más résztvevővel elindulhatott a Vega űrszonda kettős 1984-ben, hogy aztán 86-ra elsőként készítsen képeket az üstökös magról. És hogy ez lehetővé vált, az amint hallani fogjuk, ez nem lett volna lehetséges a magyar közreműködés nélkül. És akkor meg is kérdezném Szalai Sándortól, hogy hát hogy is van ez? Azt olvasom, hogy ma már egészen hihetetlen a történet, hogy ez tényleg így volt, és hogy ez hogy elképzelhetetlen, hogy 1980-ban kérték fel a szovjetek az akkori RMK-i részecskés magfizikai kutatóintézet csapatát, hogy vegyenek részt az 1984-ben induló űrszonda fejlesztésében, úgyhogy azelőtt nem volt
tehát nem léteztek azok a technikák. Ma ez teljesen hihetetlennek tűnik. Hogyan történt ez pontosan? Hát ennek két oka volt. Az egyik ok az ugye, hogy a magyar fizikusok a CERN-ben való dolgozás során a részecske nyomvonalakról készített filmek feldolgozásában részt vettek, tehát a képfeldolgozás mint olyan, az egy ismert téma volt a részecske és magfizikai kutatói. Másodszorban a mikroprocesszorok abban az időben jelentek meg komolyabb szinten, és hát a magyar kutatóknak, mérnököknek lehetőségük volt ezekkel már korai időszakban kísérleteket, műszereket készíteni. Ezen az alapon kerestek meg minket, hogy nem tudnánk-e részt venni. Nem volt űrkutatási gyakorlatunk, ez a meglepő felkérés, 80-ban érkezett meg hozzánk, és nagy szeretettel, nagy örömmel tartotta technikai főosztály, akkor úgy hívták, egy szavazást arról, hogy kiszavaz amellett, hogy vegyünk részt ebbe a kockázatos vállalkozásban. Hiszen az űrkutatásban a megbízhatóság egy olyan kritikus pont, és hát egy ilyen távoli üstököshöz elmenni, ott képet készíteni, és hát ez működjön, ez igazán kockázatos. Pozitív lett a szavazás eredménye, volt egy-két ellenző, de belevágtunk. Mik szóltak ellene? Tehát milyen ellenérve? Mondjuk nyilván az, hogy ilyen rövid határidő, meg... Hát igen, mert 84 decemberére volt tervezve az indítása a szondának, és hát a felkészülési idő, tapasztalat nélküliség, az oroszok nyugtatgattak, hogy majd jönnek segíteni, hát nem volt semmi űrtechnológiai előképzettségünk, know-how, de viszont elektronikában járatosok voltunk. És hát a kockázat úgy értékelhető, hogy nagyobb a siker pozitív oldala, mint a kockázatnak a negatív oldala esetén a bűnösökre való mutogatás. Na most igen, itt tényleg ezt hangsúlyozni kell, hogy szemben a úgymond szokásos naprendszerkutató szondákkal, hogy Vénusz, Mars, meg ilyenek, a Héli üstökösnél, ami 76 évente jár ide bent, tényleg az indítási ablak az nagyon fix volt, tehát itt tényleg egyszerűen nem szóba se kerülhetett az, hogy majd késés esetén két évvel később lehet próbálkozni, vagy valami ilyesmi, és... Na most, ha én jól értem, itt az volt a feladat, sok feladat egyike, mert azt olvasom, hogy összesen 12 kilónyi elektronikai berendezés készült az RMK-ban mind a két identikusan felszerelt űrszondára. Ugye két űrszonda ment biztonsági kettőzés miatt, ahogy ez szokás volt annak idején, és igazából itt azt olvasom, hogy az egy korábban teljesen példátlan kihívás volt, hogy ez az említett kamerarendszer, amivel lefényképezték az üstökös magját, ezt hogyan kell mozgatni. Hogy ehhez tulajdonképpen egy autonóm döntéshozó rendszert kellett bele táplálni. Azt is hallottam, talán Szegő Károly mondta, hogy ez annak idején, hogy az első űrrobot megalkotása tulajdonképpen ez. Mit jelent ez? Azt kell ehhez tudni, ugye, hogy a Heli üstökös retrográd pályájú, és nem az ekliptika síkjában kerint. Tehát a találkozásnál ellenkező, mivel az űrszondát alapvetően a föld keringési irányával azonos irányba lehet indítani a jelenlegi technikák alapján, találkozásnál több mint 70 km per szekundum volt a relatív sebesség egymáshoz viszonyítva, tehát fel kellett ismerni azt, hogy az üstökös hol van, és követni kellett, és prediktálni kellett. A félfokos kislátószögű kamerával majd a későbbiekben talán ez is szóba kerül, hogy a kép középpontját, vagy a látómező középpontjába kell tartani elektronikákkal az elforduló platformot, amin további irányérzékeny műszerek voltak.
És ha jól tudom, akkor az magát a platformot meg a csehszlovák kutatók fejlesztették. Igen. Csehszlovákiában készült, de mivel az oroszok eléggé óvatos duhajok készült titokban, nem az utolsó pillanatban hozták nyilvánosságra, egy másik elforduló platform, vezérelhető platform, ami nem került fel a szondára. És az a két szondának teljesen azonos volt a felépítése. És egy dologgal kivéve, hogy az egyik, éppen a televíziós rendszernek az egyik szondán lévő optikát a franciák készítették, a másik szondára került optikát a szentpétervári, akkor még Leningrádnak nevezett városban lévő optikai kutatóintézet fejlesztette. És amúgy ugye már 1980-ban már túl vagyunk a Farkas Bertalan repülésen, amikor ez a felkérés jött. És hát ugye nem az RMK-ban, de úgy kb. A szomszédban, az Atomenergia Kutatóintézetben, például ugye Apáti Istvánéknak a csapata, akik a pillét sugárdózismérő rendszert fejlesztették, ugye például, meg egyéb ilyen mindenféle kütyüket korábban geofizikai rakétákra, meg műholdakra, és már szóval nekik már mindenképp volt némi űr tapasztalatuk, olyan értelme, hogy kell valamit összeszerelni, ami az űrbe megy. Rájuk lehetett itt bármiben hagyatkozni? Tehát az intézetek között volt Magyarországon belül ilyen együttműködés? Ez hát viszonylag laza együttműködés volt. Ők egy ilyen plazmafizikai detektort készítettek Plazmag néven. Egy kicsit bedolgozott a részecske és magfizikai kutatóintézet is földi ellenőrző berendezés kapcsán, meg a tesztelésekbe. És István, te amikor a Vega program kezdődött, akkor már ott voltál? Nem, még nem voltam ott. Ugye a végkifele 86-ban volt, előtte lévő években teljesen más helyen voltam, és csak mondjuk amatőr csillagász foglalkoztatott, hogy ilyen nem sokára visszatér majd a helyüstökös, tehát bizonyos fokig figyelemmel kísértem. De nem volt olyan nagy híre a sajtóban a magyarországi készülődésnek, amennyire tudom. És ez gondolom összefügghet azzal, hogy bár azért 84 az már azért nem annyira olyan, mint mondjuk a Brezsnyev korszaknak a közepe, de azért még messze vagyunk akkor még a glasnosztól, meg a perestroika. Tehát igazából ez egy érdekes kérdés, hogy mennyire lehetett egyáltalán tudni a nyilvánosságban, hogy lesz egy szovjet űrszonda. Tehát egyáltalán ezt előre bejelentették, vagy hogy volt ez? Voltak, tudom, a szaklapok, ahol ezzel foglalkoztak, inkább úgy mondom, a közönséget ez nem nagyon érdekelte, viszont van egy interpretációm erről a dologról. A szovjetek azért kezdtek nyitni ebbe az irányba, ahogy hallottuk is, nem kis részben technológiákokból, ahogy Sándor mondta az előbb, és amikor ebbe belekerültem, akkor konkrétan láttam is, hogy szükségük van arra az injekcióra, arra know-how-ra, amit a nyugati országok, és ide sorolom akár Magyarországot is, aki kicsit a vasfüggönynek, igaz, hogy innenső oldalán álltunk, de azért kicsit már áthatolható volt, hiszen utazni lehetett, és a szakirodalom beáramlott, és úgy éreztem kis büszkeséggel, hogy a szovjetek tanulnak tőlünk. Persze soha nem ismerték be, de itták a közleményeinket, a műszaki leírásokat, és amiket meg mi láttunk, az ő berendezéseiből azokon érezhető volt a elmaradottság. Ettől függetlenül nagy teljesítményeket hajtottak végre, főleg most a Vénusz kutatásra gondolok, azokat alig lehetett máig is túlhaladni, de hát látszott, hogy szükségük van egy ilyen injekcióra. Hát igen, és hát ezt aztán igen, csak meg is kapták, olyannyira, hogy nagyon sok helyen azt olvasom, annak ellenére, hogy sok résztvevő van, beleértve az emlegetett csehszlovákokat is például, akik ezt a mozgatható platformot tervezték, de ha megnézem például azokat a fényképeket, amiket a Vega űrszonda készített a héliüstökös magjáról, akkor annak a jobb alsó sarkába azt a három ország nevet látom odaírva, hogy SSSR, Hungary, France.
ebben a szöveg, ebben a sorrendben. Tehát valamiért itt olyan kiemelt, maguk a szovjetek is olyan kiemelt résztvevőnek tekintették Magyarországot, hogy konkrétan a CUP-ban vagy az irányító központban kivetített képen ennek a háromnak eznek a három résztvevő országnak a neve szerepelt. Ez kijelenthető, hogy akkor ez nem túlzás a magyarokat így kvázi az egyik fővállalkozónak nevezni? Hát igen, egy kicsit két előre futva a Vega sikere alapján meghívtak a Phobos programba, akkor terveztek egy Marsra, később Holdra leszálló rovert, és abba is aktív és sok éves munkát fektettünk bele, annak ellenére, hogy részben lezárultak, sikeres küldés nélkül a rover projekt például, vagy a Phobos projekt sem lett olyan sikeres, mint ahogy gondoltuk volna, de ez alapozta meg, hogy az Európai űrügynökségbe is részt tudtunk venni különböző projektekbe, hogy a szovjetekkel eredményes munkát tudtunk végezni, határidőre, időben elkészítettük a jól működő szerkezeteket. Na most említettük a titkolózást is, és nekem én azt hiszem, hogy például a Vega űrszondákat sok egyéb mellett, meg egyébként az űrállomás modulokat, űrállomásokat, a Lunokhod rovereket, stb. Tehát rengeteg fontos űrszondát és űreszközt indító proton hordozó rakétának hogy néz ki, Az egy titkos dolog volt, tehát még van olyan 80-as évek elején kiadott könyvem, amiben még csak ilyen feltételezett alak és mérettel van a proton. A Szajuz és változatai azokat már nyilvánosságra hozták a 60-as években, hogy azok hogy néztek ki, de maga ez a proton néven ismerté vált hordozó rakéta, ez szerintem a nyugati világ először erről igazi fényképet a Vega startjánál láthatott, és hát a Vega startja előtt ugye az RMK-i csapatot az integrációhoz kihívták Bajkonurba, pontosabban ugye Lenyinszk fedőnevű városba, és akkor ezek szerint egészen a startig ott lehettek, vagy hogy volt? Nem, két alkalommal voltunk kint Bajkonurban, az a név van elterjedve, nem a Leninsk, és hát két-két hetet a műszerek bemérésén, véglegesítésén, ellenőrzésén, indítás előtti tesztek. De az indításra magyar képviselőket kihívtak. Arról készült filmfelvételen a Horváth András például precízen kimérte, hogy milyen gyorsulással tud haladni a proton rakéta, és tudja emelni. Akkor a Horváth András amúgy már ott volt a starton akkor? Azt hiszem nem volt. De Mars 96-nál ott volt, azt tudom, igen. Később. Hát, tehát akkor ilyen, tehát videókból kimérve lehetett megtudni a rakétának a jellemzőit. Gyorsulását. Hát igen, szóval ezeknek azért voltak. Annak ellenére, hogy a Proton egyébként nem egy interkontinentális ballisztikus rakéta, de hát úgy látszik, azért volt némi titkolózás ez ügyben is. És hát persze az, hogy ennyire sikeres volt a Vega, az részint annak is betudható, hogy például ugye a kamera vezérlő mechanizmus az tulajdonképpen háromféle különböző módon is működhetett, ami talán jól is jött. Hogy is volt valami ködlik, hogy itt volt valami kis probléma. Ezzel kapcsolatban az a lényeges szempont, hogy a megbízhatóság növelése érdekében nem csak alkatrész szinten, meg megbízható alkatrészek alkalmazásával, tehát nem csak alkatrész szinten volt tartalékolás, hanem
logikai szinten, tehát funkció teljesítésre három megoldás készült a követésre, mivel erre az elforduló platformra két további műszer is került, amelyik irányérzékeny volt, ilyen plazma részecskék és spektrométerek akarták pontosan és vizsgálták az üstökös magját. Tehát eltérő technológiával készült a három követőrendszer. Azért, hogy bármilyen szisztematikus tervezési hiba, vagy szisztematikus alkatrész hiba az egész missziót veszélyeztesse, eltérő alkatrészbázis, eltérő tervezők, és eltérő optikák, eltérő képérzékelők voltak alkalmazva, és kétféle vezérlési lehetősége volt az elforduló platformnak, digitálisan és analóg módon. A legfontosabb, a pontos követést biztosító rendszer az mikroprocesszorral készült. Itt nem kell csoda mikroprocesszorra gondolni, hanem lényegében egy nagyon kis fogyasztású, hiszen a szondákon a energiaellátás az egyik legkritikusabb része a műszerek számára. Egy CMOS alapú mikroprocesszort kellett választani, amelyik kellő számító teljesítménnyel bír, hiszen meg kellett határozni az üstökös pontját, működni kellett a pályaprediktálásnak. Ez volt a főrendszer. A mikroprocesszor teljesítménye sajnos nem volt olyan képességű, számító teljesítménye, hogy pontosan tudjon gyorsan számolni, mert a közeli szakaszban olyan nagy a relatív sebesség, hogy a félfokos kamera képéből kimászott volna a üstökös magja, amit először akartak megnézni, hogy a földről, mivel nem látható az üstökös magja, első eset volt, hogy meg lehetett nézni az üstökös magját, felszínét, az elképzelt piszkos hógolyó elmélet beválik-e, valóban olyan az üstökös magja. Tehát ez volt a digitális processzorhoz készültek dedikált áramkörökkel kiegészített a üstökös magjának és prájájának prediktálásához egy direkt áramkör rendszer. A második rendszer egy analóg képfeldolgozó volt, egy olyan CCD-vel dolgozott, amelyik ugye Szovjetunióban készült, és analóg jelfeldolgozással biztosította a kép követését és meghatározását. Ezt egy hozzánk delegált, magyar kutatókhoz delegált orosz kolléga felügyeletével készülő rendszer volt. A harmadik érzékelő pedig egyszerű fényérzékeny diódákkal, ilyen hídáramkörökkel valósult meg a követés. Tehát olyan mondanék, hogy a megbízhatóság annyira kritikus volt, hogy hát amit lehetett, mindenbe duplikálni kellett. Tehát ez a követőrendszerben is például, amikor tanulságképpen a mérnöki példány bemérése során észrevettem, hogy az egyik oszcillátor nem működik, a tartalékolt oszcillátor működött, amelyik a mikroprocesszornak az órajelet biztosította, ezért a következő projektekben már nem egyszeres tartalékulású, hanem kétszeres tartalékulású oszcillátorokat használtunk. Hogy milyen a parallaxis? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lép be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumban.
Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. patreon.com/parallaxis. Egy fórumban egy teljesen jogos felvetés olvasható, az, hogy a 80-as években kokomlista volt. Na most ezekhez a processzorokhoz, ezek tulajdonképpen az Intel-eknek ilyen kelet-európai másolatai voltak? Elvileg voltak Szovjetunióban másolt vagy kopintott processzorok, de ez eredeti amerikai volt, nem lehetett katonai példányhoz hozzájutni, ez egy Z80-hoz hasonló szoftverrel készült mikroprocesszort, viszont hardware külsőségek szempontjából az Intel 85-össel volt kompatibilis, ez egy NSC 800-as típusú nagyon kis fogyasztású mikroprocesszor volt, és hát, mit mondjak, Bécsben voltak olyan külkereskedők, akik ilyeneket tudtak biztosítani számunkra. Őrület. Őrület. Na, hát fantasztikus, tehát az, hogy sikerült az üstökös magot lefényképezni, és kiderült amúgy, hogy ilyen mogyoró alakú az üstökös mag, és azóta már láttunk egy csomó üstökös magot, meg mindenféle Kuiper objektumot is a távoli naprendszerbe, és rendre jönnek elő ezek a mogyoró alakú dolgok, akár Kuiper objektumról, akár üstökös magról legyen szó. Tehát, hogy ez azért gondolom, amikor meglátták az önök irányító rendszer által létrehozott kép, vagyis segítségével létrejött első képeket arról, hogy néz ki egy üstökös mag, és tényleg ilyen földi magyaró alakú volt. Hát azt hiszem, az egy kicsit azért megdöbbentő volt. Erre aztán lett valami modell, hogy amiből kijön, hogy ezek miért lesznek ilyen alakúak? Vagy? Hát nagy valószínűséggel két üstökös darab, vagy aszteroida darab összetalálkozása során alakulhat ki egy ilyen alak. Ezt a Rosetta, későbbi Rosetta Project megerősítette egyértelműen. Igen, igen, csak azt hinni az ember, hogy ez egy ilyen olyan alacsony valószínűségű esemény, hogy hát igen. De hát ezek szerint nem is annyira, mert elég sok ilyen üstökös magot láttunk. Na most a Vega sikere után azonban, ahogy hallhattuk is, meghívást kapott a csapat, az RMK is csapat, a Phobos programba is, ami hát egy igen-igen ambiciózus dolog volt, és akkor most István felé fordulok, mert hogy ahogy mondtad, akkor már tagja voltál a csapatnak. És hát itt ugye, ahogy a szonda neve is mutatja, itt az volt a feladat, többek közt, hogy egyrészt Mars körüli pályára állni, ugye a szovjeteknek az sem nagyon jött össze addig úgy, hogy működjön is a szonda, talán a Mars 5 volt az egyetlen olyan, ami teljesen sikeresen tudott sokáig adatokat küldeni Mars körüli pályáról. Tehát egyrészt álljon Mars körüli pályára, és akkor viszont elképesztő manőverekbe kezdett volna az űrszonda pár, többek között nem is egy, hanem több, és többféle leszálló egységet kell megrohamozni a Marsnak a nagyobb holdját, a Phoboszt. Most ehhez ugye szintén a magyarok szolgáltattak ezt-azt, konkrétan a ti csoportotok. Erről kérlek, mesélj valamit, hogy ez mi volt a feladat, és hát hogyan alakult ez a történet? Hát igen, még hallottuk, nagy volt a dicsőség, és joggal a Vega sikere nyomán. Én még ott egy mondatban hozzátenném, hogy nem csak az üstököshez ment ez a szonda, hanem a Vénuszhoz is, és ott lebocsátott ki egy-egy leszálló egységet a felszínre, és a magas légkörbe ballont is, ezek is sikerültek. Ezzel a magyaroknak nem volt köze, de ettől függetlenül később ez előbukkant marsballon esetleges jövője szempontjából is. Igen, akkor tényleg ezt tegyük hozzá, hogy a Vega az ugyan egy csillagnak a neve, de itt igazából ez a betű szó, ez a Venera, mint oroszul Vénusz, és a Galei, mint a Héli üstökösök, a H betűvel bajaik vannak, ez mindig G lesz náluk, szóval neki Géli, Galei, a Héli üstökös. Igen. És akkor ebből lett a Vega.
Igen. És itt egy még szélesebb együttműködést hoztak össze az oroszok, csak röviden elnéző valakit kihagyok, tehát megint voltak csehszlovákok, Bulgária, két Németország volt még, Franciaország, és úgy tudom, kis részben amerikai műszer is volt, nem kapott akkor a hangsúlyt. A magyarok ebben azt kapták, egyrészt kettő szondáról beszélünk, Fobosz 1 és 2, és megtudtuk utólag, volt egy harmadik is, de aztán arról nem tudunk semmit. A Fobosz 1-2 lényegben egyforma volt, kis kivétellel, hogy a kettesen volt egy bizonyos fajta leszállóegység, amit majd említünk, az egyesen pedig egy röntgenteleszkóp, ami a napot figyelte. Tehát ez a kis különbség volt köztük, de lényegében a projekt nagyon hasonló volt. Én akkor kapcsolódtam bele, amikor egyszerűen állást kerestem, és felhívtam a KFK-t, és mondták, hogy nem, mintha az űrkutatási osztály lenne hely. És akkor engem oda felvettek, és rögtön a mélyvízbe dobtak, mert éppen felpörgőbe volt ez a Phobos projekt, és kellett az olyan munkatárs, aki mikroprocesszorokban jártas, meg általában már tervezett ilyesmit, és a bemérésben, ezt se felejtsük el, és a szoftverhez is ért annyit, hogy tudja, hogy miért kell olyanra csinálni a hardvert, hogy a szoftver megfelelően fusson, erről majd beszélünk. A Phobosnak az lett volna a feladata, hogy itt megint egy kis kitérőtével, a szovjeteknek nagyon nagy balsikere volt a Marssal, de azért tegyük hozzá, Amerikának meg nem volt annyi próbálkozása. Az első rendes fotókat a 60-as évek közepén sikerült készíteni, és az oroszok majdnem sikeresek voltak ebben, de pontosan bal szerencsékre egy porvihar tört ki ott 64-ben vagy 5-ben a Marson, és amikor a szovjet szonda elhaladt, akkor nem tudott semmilyen értékeltő felvételt készíteni, pedig működött. Viszont az amerikának szerencséje volt, és pár hónappal később érkezett a Mariner 4 65-ben, és viszont meglehetősen, mai szemmel nézve nem voltak az olyan jó fotók, de abból sajnos kiderült, hogy szó sincs egy édenkertről, hanem kráterekkel borított sivatagról beszélünk. Ezután az érdeklődés egy kicsit alább hagyott, ugye 60-as évek után jöttek a nagy bolygószondák, és ezután térünk rá 80-as évek elejére, és ennek eredménye lett a Phobos terv, amikor lemondtak arról, hogy a felszíne leszálljanak, és nagyon helyesen szerintem azt döntötték, hogy a Mars körüli keringés kiegészítik egy sokkal reálisabb célkitűzéssel, a Phobos hold meglátogatásával, amiben az a poén, hogy nagyon kicsi a gravitáció, tehát nem kell leereszkedni rá, csak oda menni hozzá. Inkább az a feladat, hogy hogyan álljunk meg mellette. Ennek megfelelően a projekt úgy szólt, hogy szokásos hokmapályán elindulunk a Mars felé, ott pályára állunk, és úgy korrigálták a pályát, hogy a Phobos hold Don kívüli körön kb. 350 km-re tanyázzon a Phobos szonda. Ennek megfelelően nem állandóan volt a látóterébe a hold, hanem olyan 6 naponta egyszer közelről. Ennek is volt teleszkópja, és az volt a feladat, hogy először kinézzenek egy olyan helyet a leszálló egységnek, ami alkalmas, hiszen a Phobos hold is egy szabálytalan test, bár nem annyira, mint az üstökös, ilyen krumpli alakú, szó szerint, ha egy krumpli képet látunk, akkor arra asszociálunk. A legnagyobb mérete 22 kilométer, a kisebb meg 16, tehát ilyen arányokat képzeljünk el, és tényleg el kell dönteni, hogy hova szálljunk le. Ezért teleszkóppal, tehát mármint televízióval, teleszkóppal figyelték a felszínt, és úgy manővereztek volna közelebb, hogy egészen 50 méterig megközelítsék, ami már szinte függünk a fölötte, és akkor egy nagyon egyszerű kibocsátó mechanizmussal egy kis autonóm állomást eresztünk le a felszínre, ami egészen lassan megközelíti és beleütközik. Na és akkor itt volt a nagy feladat, amely probléma később visszatért, hogy hogyan kapaszkodjunk meg a felszínen. A legkisebb visszapattanás felborulást okozott volna, ezért az volt a terv, hogy amint megérinti a talajt, akkor egy kis fölfele álló három rakéta
begyújt, ez leszorítja a talajhoz a szondát, és közben belelő egy szigonyt, egy penetrátor szigonyt, és így megkapaszkodik. Azért mondtam ezt részletesen, mert később a Rosettánál és annak a leszálló egységén a Philae szondánál ugyanez a módszer volt, és nem nagyon jól sikerült. Itt nem tudjuk, a Phobosnál sikerült volna, mert sajnos a Phobos 1 szonda mindjárt a félúton a Mars felé nem válaszolt a hívásra, és ez történt 88. szeptember 2-án. Egyébként ott azt én úgy tudom, hogy ott egyszerűen az történt, hogy egy hibás utasítást adtak neki, és elfordították. Elég hamar behatárolt, egy technikus, vagy egy szakember bevallotta, hogy ennek állítólag az a története, hogy ugye össze kell állítani egy stringet, be kell gépelni a komputerbe egy sorozatot, hogy ezeket és ezeket a utasításokat hajtsa végre. Ez még nem lett volna kritikus, mert nem voltunk a Marsnál, hanem bekerült, vagy hiányzott ez ellenmondás, és minden esetre egy írásjel, egy kötőjel állítólag, ami által másképp értelmezte a parancsot a szonda, és pedig úgy, hogy kikapcsolódott az orientációs rendszer, ami miről van itt szó? Ahhoz, hogy kezelhető legyen a dolog, három tengelyű stabilizációt használnak legtöbbször, ritkábban forgást, és az azt jelenti, hogy tulajdonképpen a világűr egy adott pontjához, mondjuk egy fényes csillaghoz viszonyítva, állandó helyzetben van a szonda. Kivéve, ha olyan utasítás szab, hogy forduljon el másfele. De az orientációs rendszernek mindig figyelni kell ezt a csillagot, ez a Capella csillag szokott lenni, és ezzel biztosítható, hogy ehhez képest egy olyan szögbe tartsa az antennát, hogy a Földdel meg legyen az összeköttetés. És mivel ez a rendszer kikapcsolódott, ilyenkor mindig van valami zavaró tényező, ami miatt elkezd elfordulni a szonda, fizikailag elfordulni. Ez két nagy bajt okoz, egyrészt az a parabola antenna már nem irányul a Földre, másrészt pedig a napelemei nem irányulnak a napra. És ez csak pár óra időt engedélyez arra, hogy le nem merüljenek a fedélzeti akkumulátorok, és ez a pár óra sajnos eltelt. Nagyon hasonló történt a Phobos 2-vel, amely viszont annyival sikeresebb, hogy odaért a Marshoz, pályára állt, és elkezdte ezt az előbb említett manővert, hogy közelről megfigyelni a Phobost, és előkészítették annak a utolsó manőverét, hogy egészen megközelítse és lebocsássa a mi autonóm állomásunkat, és eközben szakadt meg vele a kapcsolat, máig se tudni, hogy miért, de nyilván műszaki hiba miatt. Hát igen. Na most ilyenkor, hát ez igen-igen szomorú, de hát azért itt, ahogy említetted is, hogy azért nem hiába halmoztátok fel ezt az óriási know-how-t, mert ebből lesz majd később a Rosetta leszálló egység, ami persze szintén nem úgy sikerült, ahogy tervezték, de ez természetesen egyáltalán nem a fedélzeti számítógép rendszer hibája. De itt konkrétan, ennél a leszállási folyamatban mi volt a feladat? Tehát ha jól értem, az egész fedélzeti számítógép az nálatok készült? Nem, a szonda, mint anyahajó, így szoktam mondani, annak a fedélzeti számítógépe az szovjet gyártmány volt, és azóta se tudjuk, ez pontosan milyen alkatrészekkel működik, de hát meg a szoftver, ez mind oda tartozott. És az a megtiszteltetés jó, hogy a leszálló egység, ami ez a bizonyos autonóm állomás, ez ennek a fedélzeti szoftvere és a hardvere, az bízták ránk. A műszereket, amelyek a megfigyelkezéseket végeztek, azt meg különböző nemzetek végezték. Úgy képzeljük el az egészet, egy ilyen embermagasságú szonda, vagy akkor sem nagyon, egy talapzata van, egy emelvény van rajta, azon vannak a elektronikák, és olyan, mint egy esernyő, kinyílik három irányba a napelemek, és az első feladata a földetérés vagy a talajérés után az lett volna ennek a számítógépnek, hogy azonnal bekapcsolódni, és megkeresni a napot, hogy energia legyen. Tehát a napelem jó irányba álljon, ami akkori kalkuláció szerint a Földdel is megegyező irány volt, tehát az összekötetés is meg lett volna. Ebből következik, hogy nem a szonda tartotta volna a kapcsolatot, mint a reliállomás, hanem közvetlen Föld felé sugárzott volna. Utána pedig különböző feladatai lettek volna, ja, hát már is előre ugrottam, már a szigony belövése és ezzel kapcsolatos manőverek is a számítógépre tartoztak. Azután lett volna a talajvizsgálattal kapcsolatos kísérletek, ez egy alfa és röntgen spektrométer, ami nagyon röviden csak annyi, hogy egy alfa sugárzó izotopot közel tartunk a közlethez,
és az alfa részecskékbe sugározzák azt a sokféle elemből álló anyagot, és a visszaverődés mértékéből és energiájából lehet következtetni az elemi összetételre. Ezt számtalan más esetben is használták, amerikai közös a Sojournernél, az összes más projektnél, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog. Továbbá lett volna egy ilyen talajrezgés vizsgáló tektonikai modul, ami egyrészt minden bolygótestnél érdekel minket, hogy milyen mozgások vannak, másrészt pedig, hogyha ez a Phobos 1-nél működött volna, a Phobos 2 leszálló egységénél annak a leérkezésekor az általa kiváltott rezgéseket lehetett volna elemezni. A mi feladatunk tehát a fedélzeti számítógép volt, ahogy hallottuk már, ez egy minél kisebb fogyasztású kis doboz, kb. 1 kg, és 1 wattot fogyasztott, tehát annyit, mint egy zseblámpából egy kisebb fajta. Az alakját nem tudom elmondani, mert nem egy egyszerű téglatest, hanem egy sokszögű doboz, amit inkább nem is írok le. Ez azért érdekes, mert a belehelyezett elektronikánál feladta a leckét, hogy ezt hogyan gyűrjük oda bele. A processzor ugyanaz volt, mint amit Sándor mondott az előbb, az NSC 900-as. Nem sokan hallottak róla, de tényleg olyan a belső szerkezet, mint egy Z80-nak, ezt sokan tudják a technikai emberek. A szoftvere is olyan, de bizonyos dolgokban többet tud, és nagyon-nagyon kicsi a fogyasztása. Itt még hozzátenem a COCOM ügyekhez, hogy a COCOM igazából a 16 bites és többi processzorra vonatkozott, a 8-asokra nem, továbbá három szintje van a megbízhatóságnak, a katonai kivitel, az ipari kivitel és a egyéb, és a katonait ugyan valóban nem lehetett megszerezni, de az úgynevezett ipari kivitel is megfelel, ami arról szól elsősorban, hogy nagyobb a megbízhatósága, megvan tesztelve szemben a commerce dolgokkal, és a hőmérséklet állósága sokkal szélesebb, tehát mínusz sok foktól plusz sok fokig. Mindeközben a telefonvonalat a szokásainkhoz szíven bekapcsoltuk, mert az adásnak konvergálunk a vége felé sajnos elképesztő módon. Az adás telefonszámunk a szokott módon a budapesti előhívószám után a 215-37-73, tehát hogyha valakinek kérdése vagy megjegyzése van a témával kapcsolatban, akkor az ne habozzon telefonkajdót ragadni. Na, de ez csak egy ilyen közbeszúrt megjegyzés, most azért folytassuk ezt a Phobos dolgot. Tehát ugye a Phobosok sajnos így jártak, tehát nem növelték a szovjet sikerek listáját a Mars térségében, de nem adták föl azért a szovjet, illetve aztán később orosz kollégák, mert aztán sok halasztás után végül még egy majd nagyon hasonló platformra ráépített űrszondával próbálkoztak még 1996-ban. Szintén volt ott RMK-i részvétel, de sajnos az a föld körüli pályát se hagyta el, a szegény Mars 96 vagy Mars 8. Viszont egy olyan dolog is volt, amiben részt vettetek, ami nem jutott el még startig se, de egy nagyon érdekes koncepció volt, egy szovjet vagy orosz, vagy nemzetközi orosz marsjáró fejlesztése. Itt erről mit kell és mit lehet tudni, illetve meddig jutott el ez a projekt? Videófelvételeket láttam, hogy a sivatagban tesztelik ezt az érdekes ilyen kúpos kerekekben kell mozgó, nagyon ígéretesnek tűnő koncepciót, de sajnos a Marson hasonlót se láttunk. Ezzel mi lett, mi történt itt? Hát ugye a Phobos nyomán noha sikertelen volt, de azért bizonyos részeredmények voltak. Ne felejtsük, hogy lefotózták a Phobos holdat, amit azelőtt csak a Viking szondák, többé-kevésbé. De mindenképpen abban az irányba próbáltak lépni, hogy legyen akkor egy leszállás a felszínre, és egy olyan kb. 1 méter nagyságrendet képzeljünk el, tehát nem olyan, mint a mostani amerikai, egy olyan járgányt, ami a méreténél adódóan fennállt a veszély, hogy elakad a kövekben, stb. Tehát ezért volt ez a ravasz kerék megoldás, amilyen fogazott kúpos kerék, ami ha valaki látta a fotót, látja, hogy tulajdonképpen nagyon kicsi az esélye, hogy egy fönnakad valamilyen akadályon, valamilyen kövön. És ezt elég jól kifejlesztették a szovjetek, sőt két verziót is kifejlesztettek, a másik nem ilyen kúpos kerekű volt. Maradt még az a feladat, hogy hogyan fog ez tájékozódni a Marson. Ez azóta is tulajdonképpen manuális irányítás van. A mostani elv az, hogy körülnéz a kamera, a Földön elemzik a képet, és
nagyon részletesen kidolgozott nyomban oda vezetik a robotot, ahova akarják. Most ez a itt lett volna egy olyan feladat, hogy ennél autonómabb legyen a megoldás, tehát a kamera képei alapján valamilyen döntéseket a fedezeti számítógép is hozzon, és itt kapott szerepet egy megbízás, ami aztán azért nem érett be egészen, és komoly erőket fektettünk be. Az a kolléga foglalkozott főleg vele, aki majd a Rosettáról fog beszélni, hogy online képfeldolgozást végezzenek abba az irányba, hogy kikerülje az akadályokat, illetve eljusson oda, ahova kell. És ezt már 92-3-4-ben alkalmazni akartak, de látszott, hogy ez nem fog elkészülni, ezért az ebben a eredetileg Mars 94 nevű projektből ezt a rovert kihagyták, de több egyéb műszer belekerült, leszálló egység is, csak álló helyzetű. Aztán ez halasztódott, és lett belőle Mars 96, és erről hallottunk az előbb, hogy a felbocsátás közben az utolsó fokozat hibájemet visszazuhant a valószínűleg a csendes óceánba, de vannak a hírek, hogy Chile területén van most is valahol. Ettől függetlenül minden egyes esetben történt fejlesztés, és közben azért a technika fejlődött, és egyre kisebb, vagy egyre nagyobb tudású központi egységeket sikerült csinálni, olyat is, amelyik nem egy processzorra bízta, hanem megosztott jelleggel párhuzamos folyamatokat futtató processzorcsoport is hadrendbe volt állítva. Hát, nagyon sok. Műszaki szempontból nagyon érdekes feladat volt ez, hiszen két nagy teljesítményű számítógépet kellett készíteni, és a kerék vezérléséhez a három tengelybe egy-egy kisebb számítógépet. Megemlíteném, hogy a két nagyobb teljesítményű számítógép, ez egyik a képfeldolgozást csinálta volna, amelyik transzpúterre, egy viszonylag rövid életű, az Intel által lesöpört az asztalról egy nagyon jó felépítésű, nagy teljesítményű, soros vonalakon kommunikáló, ez jelentős lett volna a hajlékony kerékvezérlés esetén, hogy kevés vezetékkel kommunikál a többi alkatrészsel vagy részegységgel a számítógépen. A franciák készítették volna ebben a számítógépben a szoftvert, amelyik felismeri az akadályokat, annak a kikerülésére való algoritmus vezérlését ők készítették. Elvittünk egy ilyen példányt az oroszok Toulouse-ba telepített marsjárójára szerelve, nem csak ott lett ez tesztelve, hanem Amerikába a Planetary Society szervezésében volt a Halálvölgyben, a Díszveliben egy teszt, ahol kollégáim ott voltak, és bemutatták a képességeit annak a hardvernak, amit mi fejlesztettünk, és a szoftvert, amit a franciák készítettek. Na de igazából úgy tűnhet ez alapján, minthogyha, már most kicsit szomorú végkicsengése lenne így, mert hát ezek fantasztikus fejlesztések, de hát a Phobosokról most mondtuk el, hogy nem érték el a Phobos felszínét, a marsjáróról, hogy el se indult, pénzügyi okok miatt nyilván, megemlítettük a Philae leszálló egységet, ahol ugye tökéletesen működött maga a leszállás, csak éppen egy olyan völgybe sikerült ezen a mogyorón leszállni, ahova nem sütött be rendesen a nap, és emiatt azért lényegében nem kapott a nap elemellemet, és hát hallottuk, hogy ez rövid, az nem egészséges, mert lemerül gyorsan. Na most azért azt hangsúlyozok ki, hogy most itt a professzor úr által a kezembe adott kis áttekintő térkép mutatja, hogy azért az RMKI, tehát ez a csapat, aminek az űrkutatási munkássága lényegében itt a 80-as években ezekkel a szondákkal kezdődött, azért azóta ők, illetve hát az SGF nevű cég, ami ugye kötődik ehhez, a jelenleg ugye Wigner, hát ez egy nehéz kérdés, jelenleg Wigner kutatóközpont, igaz?
az RMK-i, tehát ezt így lehet mondani, az azonos, ugye? Tehát a jogutódja az RMK-inak az a Wigner. Na szóval, hogy az általuk fejlesztett dolgok, csak hogy sorban nézzük a naprendszert. Hát hogyha a napot vizsgáló szondákat nézzük, akkor ott találjuk a műszereiket, illetve hát a know-howjukat, a SOHO vagy a Solar Orbiter szondákon, hogy csak az ézásokat nézzük, ott a Merkur körül, ott a Bepi Kolombón, a Vénusz esetében a Vénusz Expressbe is bedolgoztak, a Föld mágneses környezetét a Cluster szondák csoportja méri szintén jelentős közreműködéssel, ott az ExoMars-nak a Mars körülkeringő egység, illetve a Mars Express, ami most ünnepelte a 20 éves Mars körüli pályára állás évfordulóját, szintén jelentős közreműködéssel. A Jupiterhez elindult a múltkor emlegetett JUICE, Churyum of Gerasimenko üstökösről ugye már beszéltünk, a Rosetta és a Philae leszálló egységben való részvételt, és hát az amerikaiaknak az ikonikus Cassini űrszondája, ami a Saturnus körül keringett nagyon sokáig, nagyon sikeresen, ott is ott találjuk a csapatnak a egyrészt a műszereit, meg másrészt jól emlékszem, a fejlesztőknek az aláírásait is egy CD-n, ami hát azóta már belepottyant a Szaturnusz légkörébe, de hát igen, ezt sem mindenki mondhatja el magáról, szóval azért igencsak tele van szórva a naprendszer tulajdonképpen az RMK-inak a szellemi termékeivel, úgyhogy hát ez egészen fantasztikus, szóval azért lesz itt még beszélni a további adásokban is miről, de hát sajnos a mai adásidőnknek a végére értünk, és még ráadásul adós vagyok némi szolgálati közleménnyel is, mert hát senki ne feledje el, vagy hát aki nem tudott volna róla, az most tudja meg, nagyon sokszorosan aláhúzva, hogy tilos maraton van ezen a héten. Hát mi az a tilos maraton? Hát többek között azt jelenti, hogy egészen fantasztikus programok sokasága van egyrészt a Dürer kertben. Én magam is jelen leszek például, jelen terveim szerint szerdán délután 4-től már felbukkanok a Dürer kertben, de hát esténként meg mindenféle program van. Egyébként éppen holnap például tök jó, mert holnap lesz kedde, azaz a jazz nap, ahol például hát kedves zenésztársam, akivel sokat muzsikáltunk együtt mindenféle formációban, Ágoston Béla is a színpadra lép a kvartettel, de hát még mindenféle más is lesz, egészen sok minden, szóval mindenki menjen, és egyébként szerdán meg reggae nap van, és hát természetesen én meg elvileg ott fogok bóklászni valahol ott a Dürer kert környékén már délután 4-től, és persze érdemes megnézni még itt a tilos.hu per maraton oldalon a programot, mert hát egészen vasárnapig fantasztikus programok vannak, és persze hát az egésznek egy nem titkolt célja itt az, hogy hát adományozás a tilos részére, amihez egy kitűnő lehetőséget biztosít a tilos adományplázában adományért cserébe megkapható antológia, vagyis a tilos olvasókönyv, aminek az a címe, hogy Tintában mártott mikrofon, ez 400 számozott példányban készült el. Óriási megtiszteltetés, hogy többek között az én science fiction novellám is benne van, de hát itt aztán mindenki van, tehát nagyon illusztris a lista, Barangótól kezdve Cserna Szabó Andráson át, Dr. Máriás, de minden, szóval jó, szóval hát mindenképpen egy kitűnő anyag, mindenképpen, és hát nemes a cél is, szóval ezt is csak ajánlani tudom, tehát tilos maraton, és mindenki, hát buzdítok az ebben ilyen vagy olyan módon való részvételre. Aztán még azt kell, hogy elmondjam, hogy hát 2 hét múlva fogunk újra találkozni, azt még egyelőre nem árulom el, hogy mivel, de az biztos, hogy nagyon érdekes lesz a téma, és még egyszer nagyon köszönöm a részvételt, most akkor fordítva mondom, mint az elején, tehát egyrészt Horváth Istvánnak, és másrészt pedig Szalai Sándor professzor úrnak, az MTA doktorának is, hogy jelenlétével emelték a reggelnek a szellemi színvonalát, illetve a fantasztikus történetekért és információkért. Nagyon köszönöm még egyszer, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.